A Bibliát olvasva, Isten népének, illetve Isten embereinek az életében az adakozás néhány jellegzetes kategóriáját figyelhetjük meg. Nagyon érdekes ezeket tanulmányozni, mert a bibliai példák számunkra is utat mutatnak abban, hogy mire adakozzunk, milyen célokra adjunk. A következőkben szeretnék bemutatni nektek 6 olyan bibliai kategóriát, amit látunk az adakozással kapcsolatban, tehát az adakozás 6 bibliai kategóriáját, és mindegyik kategóriával kapcsolatosan 4 szempontot fogunk megvizsgálni, 4 kérdésre adunk választ. Ezek pedig a következők. Mi az? Tehát meghatározzuk, hogy mi az az adakozási kategória. A második, hogy hogyan működik, hogyan kell ezt csinálni a gyakorlatban. A harmadik, hogy mi a célja, vagyis Isten mire szánja azokat az összegeket, amelyeket az adott adakozási kategóriában neki adunk. És a negyedik pedig, hogy milyen bibliai irányelvek kapcsolódnak hozzá, azaz mire kell odafigyelnünk, milyen fontos elveket, tanácsokat kell követnünk, amikor az adott adakozási kategóriát figyeljük. Ez nagyon érdekes lesz, és próbáljátok úgy hallgatni, hogy mi az, amit ebből a saját életetekbe beépíthettek, mert látni fogjátok, hogy szépen ki fog világosodni előttünk az, hogy mi itt most a 21. században, mint Krisztus követők, milyen adakozó életet is tudunk felépíteni. Egy általános alapelvet hadd mondjak, amelyik mind a 6 kategóriával kapcsolatosan érvényes. Ez az általános alapelv pedig így hangzik, hogy Istennek adjuk, de közvetett módon. Igaz? Mi, akik megismertük az Urat, akkor, amikor adakozunk, akkor igazából Istennek adunk. Tehát nem embereknek a kegyeit keressük elsősorban, hanem a szívünkben az van, hogy én Istennek szeretnék adni. Az ám, csak hogy Isten nem tartja a markát a mennyből. És nem az ő kezébe tudjuk közvetlenül beletenni azt, amit adunk, hanem mindig közvetett módon tesszük ezt. Ez mind a 6 adakozási kategóriára igaz. Nézzük akkor szépen sorba, hogy melyek is ezek, és melyikről mit érdemes tudnunk. Az első, amiről a Biblia beszél, az a tizedfizetés. Mi az? A tizedfizetés az, amikor valaki a jövedelmének a 10%-át az Úrnak engedi át, azért, mert az ő elkülönített részének tekinti. Tehát, hogyha a tizedet fizetek, az azt jelenti, hogy minden jövedelmem 10%-át az Úrnak engedem át, azért, mert az ő elkülönített részének tekintem. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy van, mint van. Húsvét utáni vasárnapon egy külön prédikációt fogok ennek szentelni, mert ez egy olyan kérdés, ami sokaknál, amire sokan felkapják a fejüket, és sokaknál kiverik a biztosítékot, hogy micsoda, vannak emberek ezen a bolygón, akik képesek a fizetésük 10%-át odaadni Istennek? Hát ez valami óriási, hát ezt nem is hiszem el. Sőt, vannak, akik azt gondolják, hogy némely helyeken még kényszerítik is az embereket arra, hogy ezt csinálják, úgyhogy jó tisztába tenni ezt a kérdést, szóval a húsvét után fogok részletesen beszélni erről, most csak nagy vonalakban szeretnék végigmenni rajta. A tizedfizetés az egy önkéntes szövetség Istennel, az elkötelezett adakozó élet alapja. Az első ember a Bibliában, aki tizedet adott Istennek, a mózesi törvény időszaka előtt élt. Tehát nem azért adott Istennek tizedet, mert bárki erre kényszerítette vagy kötelezte, nem volt ez még ebben a törvényben, ezt az embert úgy hívták, hogy Ábrahám, aki a hitnek az atya volt. És egy alkalommal, amikor Ábrahám felismerte, hogy ő elsősorban a mindenható Istentől függ, és elkötelezettségre jutott abban, hogy ő az anyagi áldást az életében nem emberektől, hanem Istentől várja, és az ő áldásának a viszonzásaként ki akarta fejezni a háláját, akkor mindenéből tizedet adott Istennek. Ábrahám a hit atya, aki ezt a dolgot hitből csinálta. Az unokája, Jákob, még mindig jóval a törvény időszaka előtt élt, talán hallotta, hogy a nagypapi hogyan gondolkodott erről, és ő is az életének egy kritikus pontján tett egy fogadalmat Istennek, hogyha az Úr megsegíti őt, megáldja, és sikeressé teszi az ő útját, akkor ugyanazt fogja csinálni, mint a nagypapa, és mindebből tizedet fog adni Istennek. Aztán Isten később ezt a dolgot a törvényben, amikor Mózes által szövetséget kötött Izrael népében, akkor kötelező érvényűvé tette Izrael fiai számára. Tehát nekik már nem volt olyan választásuk, mint Ábrahámnak vagy Jákobnak, nekik kötelező volt, és minden jövedelmüknek, termésüknek, állataik, ivadékának az 1/10
odaadták Istennek, és neki ajánlották. Ez az Istennel való szövetségben járásnak egy nagyon erőteljes kinyilvánítása. Amikor valaki a tizedadás az Istenbe vetett hit egyik legvalóságosabb cselekedete. Amikor ezzel kinyilvánítom Isten felé, hogy én tőled függök, én a tiéd vagyok, én benned bízok, te vagy az én ellátásomnak a forrása, és én mindenemet a te kezedbe teszem le. Hogyan működik a tizedadás? Azok, akik ezt gyakorolják, és jó magam is ezt teszem, nagyon kiskoromtól kezdve, ugye nekem viszonylag könnyebb dolgom volt, mert a szüleimtől és a nagyszüleimtől is azt láttam, hogy a jövedelmüknek a 10%-át odaadják Istennek. Ezért én is, amikor nagyobbacska lettem, és már voltak bevételeim innen-onnan, akkor ezt követtem. De elsősorban nem azért csináltam, mert ezt láttam a szüleimtől, hanem azért, mert én magam is hitre jutottam, és döntésre jutottam abban, hogy ezt így szeretném csinálni. Nos, hogyan ad tizedet az Úrnak valaki itt a 21. században? A leghelyesebb az, amikor kapunk egy jövedelmet, én ezt így gyakorlom, van valamilyen bevételem, jövedelmem, akkor annak az első részét kiveszem. Tehát nem a tizediket, hanem az elsőt, mert hogyha a tizediket akarnám az Úrnak adni, lehet, hogy nem maradna a végére. Tudjátok, az ember, amikor kap pénzt, akkor először mindig arra költ, ami a legfontosabb számára. És hogyha számomra az Úr a legfontosabb, mert ő az első az életemben, akkor hanyadik részt fogom neki adni? Az első részt fogom neki adni. Tehát akkor, amikor nekem van jövedelmem, akkor rögtön a 10%-át kiveszem, megfogom a kezembe, és nagyon gyakran a családomnak a füle hallatára hálát adok Istennek. Nem csak azért az egy tizedét, hanem az egészért. Megköszönöm Istennek, hogy gondot visel rólunk, megköszönöm neki ezt a konkrét áldást, amit most adott, és vallást teszek a hitemről, kezemben a szent résszel, hogy Uram, Te vagy a mi gondviselőnk, Te vagy a mi ellátásunk forrása, köszönjük, hogy ismerhetünk Téged, mi a Te szövetségeseid vagyunk, Te benned bízunk, és ennek jeleként Neked adjuk ezt a szent részt. És aztán elkülönítem, beteszem egy borítékba, és amikor jövök a gyülekezetbe, akkor egy borítékba betéve, ráírva, hogy tized, beteszem a persejbe. Az ószövetségi törvényben azt látjuk, hogy a tizedet Izrael fiai a lévitáknak adták, és a célja is ebből látható. Isten rendelése szerint, a bibliai modell szerint a tized elsősorban a teljes idejű szolgálók fenntartására, illetve javadalmazására szolgál. Tehát Izrael fiai fogták a szent részt, a tizedet, és odaadták a lévitáknak, bevitték a templomhoz. Így mondja Isten, hogy vigyétek be a tárházba a tizedet, hogy legyen eledel az én házamban. Nekünk itt a 21. században a tárházunk a helyi gyülekezetünk. Miért? Mert a helyi gyülekezetből, ahova tartozunk, onnan kapjuk a szellemi táplálékot, onnan kapjuk a tanítást, ott jelenik meg nekünk az Úr, ott erősít bennünket, az, ami otthonunk, az, ami családunk. Ezért, hogyha bárki közületek arra hitre jut, hogy szeretne tizedet adni Istennek, akkor az a leghelyesebb, hogyha saját helyi gyülekezetébe viszi be, és ott ajánlja fel az Úrnak. Milyen alapelvet kell szem előtt tartanunk a tizeddel kapcsolatosan? A következőt, hogy az újszövetségi hívők számára a tized nem törvény, hanem az érett hit önkéntes elkötelezettsége. Tehát nem kötelező. Senkit soha nem kötelezünk arra, hogy ezt tegye. Senkinek nem kell kényszert éreznie amiatt, hogy neki ezt kell csinálnia. Emlékeztek? A múltkor, amikor az adakozó szívről beszéltünk, az első dolog az volt, hogy önként. Szívesen tesszük. Hitből tesszük. Senki nem kényszerít bennünket erre. Tehát az újszövetségi hívők számára a tizedadás az nem törvény, hanem az érett hit önkéntes elkötelezettsége. Én mindazonáltal buzdítalak benneteket arra, hogy emeljétek fel a hiteteket erre a szintre, mert Istennek nagyon sok ígérete kapcsolódik ehhez. Védelmet ígér Isten, gondoskodást ígér, áldást ígér. 2 hét múlva vagy 3 hét múlva húsvét után részletesen fogok beszélni erről, hogy miket ígér Isten azoknak, akik ezt az önkéntes szövetséget vállalják. Menjünk tovább, nézzük meg a második bibliai kategóriát, amit látunk. Ez pedig az Úrnak szánt rendszeres felajánlás.
az Úrnak szánt rendszeres felajánlás. Mi ez? Az ószövetségi időkben úgy hívták ezt, hogy oltárra szánt ajándék, vagy korbán. Emlékeztek, az új szövetségben van egy rész, majd lehet, hogy el is olvasom, amikor Jézus valami korbánról beszél, szóval nem ejtette félre a szót, hanem ez egy héber kifejezés, és az oltárra szánt ajándékot jelenti, modern kifejezéssel élve a persej pénzt. A Mózes 5. könyvének a 16. fejezetében találunk egy alapszabályt, amit Isten népének, Izraelnek adott az Úr. Ez így szól. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek az Úrnak a színe előtt, azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A komáztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátoros ünnepen, a lombsátorok ünnepén. És akkor, de senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől, az Úrtól, aki adja azt neked. Az igéjeket megtaláljátok a jegyzetbe, nem vetítettem ki, és nem is írtam ki. Otthon tudjátok még tanulmányozni ezt a témát, hogyha akarjátok. Tehát figyelitek, mit mond Isten? Azt mondja Isten, hogy minden izraelita férfi minden évben legalább háromszor jöjjön el Jeruzsálembe, arra a helyre, ahol az én nevem van, azért, hogy engem tiszteljen, hogy a kapcsolatot ápolja én velem. És azt mondja Isten, hogy amikor elém jön valaki, soha se jöjjön üres kézzel, hanem mindig hozzon ajándékot. Erről beszéltünk, hogy az Isten tiszteletünknek, a dicsőítésünknek az egyik szerves része az, hogy ajándékot, adományt viszünk Istennek. Miért? Mert ezzel ki akarjuk fejezni ő felé a szeretetünket és a tiszteletünket. Tehát mi az oltárra szánt, illetve a rendszeres felajánlás? Az Isten tiszteletek alkalmával adott önkéntes adomány az Isten iránti tisztelet és szeretet kifejezésére. A 96. Zsoltár 8. versében azt írja a Biblia: magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Az a helyén való, amikor az Úr udvarába jövünk, akkor ajándékot ott hozunk neki. A Márk evangélium a 12. fejezetében a 41. versről a 44-ig olvasunk arról, amikor Jézus a templomnál leült a persejjel átellenbe, emlékeztek rá, és nézte, hogy ki hogyan adakozik. Ezek szerint volt persej a jeruzsálemi templomnál, és amikor jöttek az emberek, hogy Istent tiszteljék, akkor teljesen természetes volt, hogy tettek a persejbe. És ki a maga anyagi helyzetének megfelelően, és a maga szívének az indítása szerint helyezte el az adományát ebben a persejben. Voltak olyanok, akik a fölöslegükből adtak, és volt olyan is, aki mindenét odaadta, emlékeztek, az özvegyasszonynak a két pénzére, részpénzére. Az új szövetségben ugyanez az elv megvan. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetében a 15. és 16. vers ezt írja. Általa, vagyis Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Figyeljétek meg, hogy a Biblia összekapcsolja a dicsőítést és az adakozást. Azt mondja, hogy úgy menjetek elé, hogy az ő nevéről vallást tevő szavaitokat, énekeiteket, imáitokat viszitek, azaz magasztaljátok őt. És amikor a szátokkal magasztaljátok Istent, akkor magasztaljátok őt a vagyonotokkal is, az adományotokkal is, ne feledkezzetek el a jótékonyságról és az adakozásról. Hogyan működik? Ahogy mondtam, a rendszeres felajánlás az Isten tiszteleti dicsőítés szerves részeként történik, és ezért a mi gyülekezetünkben azt gyakoroljuk, hogy amikor dicsérjük az Urat, általában az Isten tiszteletnek a végén még, egy néhány dallal, akkor körbeadunk egy persejt, és mindenki elhelyezheti benne az ő adományát. Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy mondtam korábban is, ez nem egy közös költség. Ez nem egy szimpla anyagi hozzájárulás a gyülekezetnek a fenntartásához, hanem az adakozás, a felajánlás az egy áldozat, az egy szellemi dolog, amellyel kifejezésre juttatjuk Isten felé a tiszteletünket, a szeretetünket és az elkötelezettségünket. Mi a célja a rendszeres felajánlásnak? A rendszeres felajánlásnak, a persenypénznek alapvetően a gyülekezet működési és technikai feltételeinek a biztosítása a célja. A felajánlás nem azonos a tizeddel. Amikor valaki tizedet ad Istennek, tizedet fizet neki, az az adakozó életének az alapja. De a rendszeres felajánlás nem azonos ezzel. Természetesen
Az újszövetségi gyülekezetekben nem tudjuk a felhasználását ennyire precízen elkülöníteni, de amennyire lehet, próbálunk törekedni a bibliai irányelvekre, hogy a bejövő tizedeket elsősorban a szolgálók, a missziós célok finanszírozására fordítsuk, és a felajánlásokat pedig az Isten tiszteletnek, a gyülekezetnek a működésére és feltételének a biztosítására. Milyen bibliai irányelveket kell követnünk a felajánlással kapcsolatosan? Három dolgot szeretnék említeni, amiről a Biblia beszél, és ami fontos. Az első, hogy ahhoz képest adjunk, amink van. Ahhoz képest adjunk, amink van. A második, hogy úgy adjunk, ahogy a szívünk indít. Tehát itt nincsen semmiféle kötelező tarifa, tagdíj vagy ilyesmi, hanem ahogyan a szívünk indít, hiszen a szeretetünknek, a tiszteletünknek a kifejezését szolgálja. És amilyen mértékű a szívünkben a tisztelet és a szeretet, ahhoz mérten tudjuk adni ezt, vagy tudjuk meghatározni ezt az összeget. És van egy harmadik elv is, hogy lehetőség szerint készítsük el előre otthon azt, amit Istennek akarunk adni. Ne itt kapkodjunk, hogy jaj, tényleg, hogy van ez, hanem készülj az Isten tiszteletére már otthon. Készítsd a szívedet arra, hogy amikor eljössz a gyülekezetbe, akkor te hálát fogsz adni ott Istennek, tisztelni fogod őt, ki fogod nyilvánítani felé az alárendeltségedet, a háládat, a szeretetedet, és ennek részeként az adományodat is oda fogod neki adni. Ezért készítsd el előre, és úgy hozd magaddal. A harmadik kategória, amit a Bibliában látunk, ez a jótékonyság. Mi a jótékonyság? A jótékonyság a rászorulók javára történő adakozás. Amikor látjuk, hogy vannak emberek magunk körül, akiknek hiánya van, akiknek szükségei vannak, és indítatást érzünk magunkban, akkor adunk abból, ami nekünk van, ami nálunk van, azért, hogy ezeket a szükségeket betöltsük. Hogyan működik a jótékonyság? A jótékonyság az gyakorolható egyénileg is, személyes indítatásra és lebonyolításra. Tehát, hogyha te látod, hogy valaki a környezetedben gondokkal küszködik, és te tudsz segíteni rajta, akkor te saját magad ezt megoldhatod és elintézheted. Betöltheted az ő szükségét. De nem csak egyénileg lehet ezt személyesen végezni, hanem lehet közösségileg is szervezetten. Erre szolgálnak a különböző alapítványok, szeretetszolgálatok, jótékonysági intézmények, amelyek elvileg kifejezetten a nehéz helyzetben lévő emberek szükségleteit akarják betölteni. Ez a gyülekezet esetében is így van. Te, mint a gyülekezetnek a tagja, önállóan egyénileg is jótékonykodhatsz. De törekszünk arra, hogy gyülekezetileg is, közösségileg is jótékonykodjunk, és hogyha látunk olyan szükségletet, amit be tudunk tölteni, akkor tegyünk valamit ezzel kapcsolatosan. Isten nagyon nagyfokú szociális érzékenységgel rendelkezik. Ezt abból látjuk, ahogyan a Bibliában, az Ószövetségben a törvényeket meghatározta. Számos olyan ószövetségi törvény van, ami kifejezetten az árvák, az özvegyek, a nyomorultak, a jövevények szükségeit tartja szem előtt. Csak hadd idézzek egy vagy kettő ilyet. A Mózes 3. könyve 19. rész 9.-10. verse így szól. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ugye milyen érdekes? Ugye vannak, akik még a tányért is kinyalják most átvitt értelembe, és mindenből a maximumot ki akarják hozni, mert ők annyira hatékonyak akarnak lenni. De Isten meg valahogy a nagyvonalúságra tanít bennünket, és azt mondja, hogy ha van a környezetedben nyomorult, szegény, akkor az egész életedet úgy alakítsd ki, hogy jusson neki, legyen gondod rá, legyél érzékeny a körülötted lévőknek a szükségleteire. A zsidókhoz írt levél 13. részének a 16. verse, ami már egy új szövetségi ige, ugyanezt tanítja nekünk, Krisztus követőknek. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Milyen alapelveket látunk? Bocsánat, mi a célja? Azt hiszem egyértelmű volt, a szegények vagy szükségben lévők megsegítése. Ez a jótékonyságnak a célja.
Milyen alapelveket kell követnünk ezzel kapcsolatosan? Három fontos alapelv látható a Bibliából. Az egyik, hogy a bőségünkből adjunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha azon felül, ami az én szükségeimre kell, marad még, és rendelkezem, akkor elsősorban abból jótékonykodjak. Tehát Isten a jótékonyságot nem várja el a szegényektől. Isten a jótékonykodást nem várja el azoktól, akik maguk sem tudják betölteni a szükségeiket. Megtehetik, ha akarják, de a jótékonykodás az elsősorban a bőségünkből kell, hogy történjen. A 2 Korintus 8.13.14 azt írja, ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Milyen érdekes. Hát a szomszéd gyereknek Lukas a cipője, ezért én a saját gyerekem cipőjét odaadom neki, az enyém meg mezítlá fog menni iskolába. Szóval ez nem kedves Isten előtt. Az elsődleges feladatunk az, hogy a saját családunkról, a saját házunk népéről viseljünk gondot, és töltsük be azoknak a szükségeit. És hogyha ezen felül van még arra, hogy adjunk, akkor adjunk. És egyébként Istennek az a terve, az a cél, hogy úgy áldjon meg bennünket, tegyen minket bővölködővé. Azért, hogy a feleslegünkből tudjunk jutatni másoknak is. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja a ti hiányotokat. Hogy így egyenlőség legyen. Hát így van rendjén. Most én vagyok fent, te vagy lent, akkor én húzlak föl téged. Aztán fordulhat a kocka, és te leszel fent, én leszek lent, akkor pedig fordított lesz a helyzet. És akkor, amikor egy közösségben van ilyenfajta érzékenység, és az emberek figyelik egymásnak a szükségleteit, és nem tekintik zsákmánynak a saját pluszukat, akkor tudnak kiegyenlítődni ezek a fajta különbségek. És én hiszem, hogy Krisztus gyülekezetével kapcsolatosan Istennek ez a terve. Hogy Krisztus gyülekezetében ez ilyen módon működjön. Ez a mennyei cash flow, amiről már beszéltem egy korábbi alkalommal. A második bibliai irányelv a jótékonysággal kapcsolatban, hogy először az Úrban testvérek, azután mások. Tehát van egy sorrendiség. A Galata 6.10-ben azt írja a Biblia, ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Tehát van egy sorrend. Ha jótékonykodnod kell. Az első, töltsd be a családod szükségleteit. Ha a családod szükségei be vannak töltve, és szeretnél jótékonykodni, akkor nézz körül először a hit testvéreid között. Nézz körül a gyülekezetben, hogy van-e valakinek szüksége. És hogyha tudsz neki segíteni, akkor segíts rajta. És hogyha már a gyülekezetben senkinek nincs szüksége, akkor nézz körül a gyülekezeten kívül, hogy vajon kinek adhatsz. Tehát az Úr nem azt várja el most tőled, hogy az afrikai éhezőknek adakozzál, amikor a gyülekezetedben van valaki, aki éhezik. Azt mondja Isten igéje, hogy elsősorban a hitünk testvéreivel kell, hogy jótékonykodjunk. És mi, mint gyülekezet, hogyha prosperálunk, jó módban vagyunk, természetesen kell, hogy érzékenyek legyünk a körülöttünk lévő bajba jutottaknak a szükségleteire is. De az elsődleges felelősségünk egymással szemben van. A harmadik fontos alapelv, hogy teljes diszkrécióval és titoktartással történjen a jótékonykodás. Tehát ha valakinek segíteni akarsz, akkor ne azt mondd, te látom, te nagy bajban vagy, gyere, atyám fia, adok neked valamit. De ne is úgy csináld, hogy tessék. Szóval dugsz egyet a zsebébe, vagy valami. Miért? Miért annyira fontos, hogy diszkrécióval csináljuk? Azért, mert amikor valaki bajban van, szégyelli. Voltál már anyagi nehézségbe? Igaz, hogy szégyelted? Nem voltál büszke rá? És akkor, amikor valaki odajön, és face to face ad neked valamit, akkor az megszégyenítő számodra. Téged megszégyenít, őt pedig megkísértheti a büszkeséggel és az önelégültséggel. Ezért azt mondja Isten igéje, hogy ha jótékonykodsz, akkor az teljesen titokba tedd. Jézus maga mondta a Máté 6.1.4-ben, vigyázzatok a kegyességeteket, és itt kifejezetten a
a jótékonykodásról van szó. Tehát vigyázzatok, a jótékonykodásotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákon. Itt kifejezetten a jótékonysági adományról van szó. Tehát nem a tizedről beszél itt Jézus, nem a felajánlásról, hiszen azt még ő is látta, igaz? Hanem a jótékonyságról beszél. Azt mondja, amikor jótékonykodsz, akkor ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. A nyilvános jótékonykodás egészségtelen lekötelezettségi viszonyokat tud létrehozni. Ha valaki segített egyszer rajtad, akkor úgy érzed, hogy nem tudsz szabad lenni tőle. Úgy érzed, hogy lekötelezett vagy felé. És ez rossz, káros dolgokat szülhet. Ezért úgy jótékonykodj, hogy aki kapja, ne tudja, hogy tőled van. A gyülekezetben mi azt a szisztémát fejlesztettük ki, ez egy nagyon-nagyon jó módszer, hogyha tudomásodra jut, hogy a gyülekezetben van egy testvér, akinek problémája van, és te érzed az indítatást, hogy akarsz neki adni, akkor a neki szánt összeget tedd be egy borítékba, írd rá a nevét, és dobd bele az adakozáskor a persejbe. A pénztárosaink ki se fogják bontani a borítékot, hanem úgy felbontatlanul odaadják a címzetnek. Miért nagyon jó ez? Azért, mert aki adja, ő teljesen inkognitóban tud maradni, és nem veszi el senki az Istentől neki járó jutalmat. Aki pedig kapja, nem tudja, hogy kitől jött személy szerint, de mégis az Úrnak hálás, mert a gyülekezeten keresztül kapta. És érzi a gyülekezetnek a szerepét, a szeretetét, az Úrnak a gondoskodását, anélkül, hogy ez az egészségtelen, káros, lekötelezettségi dolog kialakulna. Amen. Ha nem tudod sehogy máshogy megoldani, akkor postáson keresztül küld, vagy valami, de ezt a módszert gyakoroljátok. És bátorítalak benneteket arra, hogy legyetek ebben szabadok. Én szeretném, hogyha mi gyülekezetünk egy Isten szerint működő gyülekezet lenne az anyagiak területén is. Legyél érzékeny arra, hogyha valakinek van valamilyen szüksége, és engedd magadat indítani az Úrtól, hogy betöltse ezt a szükséget, de az isteni elvek szerint tedd. Amen. Halleluja. Negyedik kategória, bármilyen meglepő is, a szülők tisztelete. A 10 parancsolatban a 6. azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr neked, ad neked. Na most a szülők tisztelete az nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy szépen beszélek a szüleimmel. Nem csapom rájuk az ajtót. És tisztelettudóan gondolkodok róluk. Hanem a szülők tisztelete az nagyon erősen az anyagi gondoskodást is jelenti a Biblia felfogása, az isteni felfogás szerint. A Márk evangéliumának a 7. fejezetéből hadd olvassak egy szakaszt, ami ezt világossá fogja tenni. Ezt is mondta nekik Jézus, a képmutatóknak. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza anyját vagy apját, halállal bűnhődjék. Ti ezzel szemben azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Most nézzük, miről van szó. Tehát van az a parancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ez a bibliai felfogás szerint azt is jelenti, hogy amikor a szüleim idősekké válnak, és már nem tudnak magukról olyan módon gondot viselni, mint erejük teljében, akkor az én feladatom az, hogy őket eltartsam, hogy gondoskodjak róluk, hogy tiszteljem őket ilyen módon is. Na most mit csináltak ezek a köpönyek forgatók? Azt mondják, hát hogyha egy bizonyos összegre azt mondod, hogy ez persejpénz lesz, akkor már felmentést adtok az alól, hogy a szüleikről gondot viseljenek. Tehát a
szülők tisztelete, az idős szüleink anyagi támogatása viszont szolgálat feléjük mindazért, amit tőlük kaptunk. Most gondold végig, hogy a mai világban 18, 20, 22, akárhány éves koráig valaki arra van utalva, hogy a szülei eltartsák őt. Ki az közületek, aki 5 évesen már maga kereste a kenyerét? Hála Istennek, nem olyan világot élünk. Ki az közületek, aki 12 évesen már eltartotta magát? Ki az, aki 16 évesen már eltartotta magát? Na, itt már van egy-két ember. Ritkul a levegő. De igaz, hogy az életünknek az első meghatározó szakaszában a szüleink tartottak el minket és viseltek gondot rólunk? A Biblia azt mondja, hogy úgy a helyén való, hogy amikor fordul a kocka, és mi leszünk erőnk teljében, és ők kezdenek olyan állapotba kerülni, hogy már nem tudnak magukról gondot viselni, akkor adjuk nekik vissza azt, amit kaptunk. A szülők tisztelete az ilyen módon tehát a viszont szolgálat feléjük mindazért, amit tőlük kaptunk. Hogyan működik? Ez a családok helyzetétől és körülményeitől függően más-más módon működhet. Lehet, hogy valakinek a szülei még időskorukban is sokkal gazdagabbak, mint ő. Lehet, hogy nincsenek rászorulva a segítségre. Lehet, hogy valakinek arra van szüksége, hogy magához kell, hogy vegye a gyereket. Lehet, hogy arra van szüksége, hogy egy megfelelő intézményben elhelyezze, és annak a költségeit finanszírozza. De kérlek benneteket, hogy legyetek lágyszívűek, ne legyetek keményszívűek, hanem legyetek istenfélők a szüleitekkel való viszonyotokban is. Tudjátok, mennyi probléma van a mai világban abból, hogy a felnőtt gyerekek magukra hagyják az idős szüleiket? Ezt meg kell beszélni, tehát nem társadalmi elvárásoknak kell megfelelni, hanem józan, egészséges megoldásokat kell találni ezen a területen, de a gyermekek feladata Istentől az, hogy az idős már magukra gondot viselni nem képes szüleikről gondoskodjanak. És ez is egy adakozási fajta. Lehet azt gondolod, hogy ezt nem Istennek adod, de Istennek adod. Emlékeztek az alapelvre? Hogy Istennek adjuk, de közvetett módon. Amikor a szüleimet tisztelem, akkor is Istennek adom, és az a leghelyesebb, hogyha az a szív van bennem, hogy én avval is Istent tisztelem. Mi a célja tehát? A szülők szükségeinek betöltése akkor, amikor már nem tudnak magukról gondoskodni, mik az irányelvei, ha a szükség úgy hozza, fontosabb, mint az Isten tiszteleti felajánlás. A tizedadás az egy teljesen külön kategória. Igazából nem is lehet adakozási kategóriába sorolni a tizedet, mert az egy teljesen külön téma. Az olyan, mintha nem 100% lenne a jövedelmem, hanem csak 90%. És onnan indul minden más. De akkor, amikor eljövök a gyülekezetbe, és azon gondolkodok, hogy hozzak-e persejpénzt, de választanom kell, hogy az édesanyám gyógyszerét váltom ki, vagy persejpénzt adok a gyülekezetbe, akkor a szülőnek a gyógyszerét kell kiváltani. Azt mondja Isten. Mert ha a helyzet úgy hozza, az fontosabb, mint az, hogy betegyek a persejbe valamilyen felajánlást. 1 Timóteus 5:3-8. Az özvegy asszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik. Ugye neki nincs gyereke, nincs családja. És kitart a könyörgésben és az imádkozásban éjjel-nappal. Róluk a gyülekezetnek kell gondot viselni. A kicsapongó pedig már életében halott. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Látjátok, a Biblia azt mondja Pál Timóteusnak, hogy kedves Timóteus barátom, ezekről a dolgokról is rendelkezz a gyülekezetbe. Ne csak Isten kegyelméről beszélj, az üdvösség nagyszerűségéről, a mennyországnak a reménységéről, hanem beszélj arról is, hogy az anyagi ügyeiket hogyan intézzék. Mert sok a gond ezen a területen az életbe. Rendelkezz felük, úgyhogy azért beszélünk mi is erről. Ha pedig valaki övéiről, és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát itt van az a felelősség. Menjünk tovább, az 5. bibliai kategória a célgyűjtések. Mi az? A célgyűjtés az eseti adakozás az Úr ügyével kapcsolatban valamilyen konkrét cél megvalósítására. Ilyen egyszerű.
Tehát eseti adakozás, ez nem tized, ez nem a rendszeres felajánlás, hanem ez egy eseti plusz adakozás valamilyen konkrét cél megvalósítására az Úr ügyével kapcsolatban. Hogyan működik? Hát általában úgy működik, hogy a gyülekezet, a közösség vezetősége meghirdeti a célt és a lebonyolítás módját, és az emberek ehhez csatlakoznak. Mi a célja? Valamilyen megszokottnál nagyobb anyagi ráfordítást igénylő projekt megvalósítása, ami sokféle lehet. Lehet ingatlan beruházás, lehet eszközfejlesztés, lehet missziós vagy karitatív akció, és így tovább. Nagyon sok bibliai példát látunk erre. A Szent Sátor a pusztában így épült. Az a fantasztikus templom Jeruzsálemben, ami a világ egyik csodája volt, céladományokból épült fel. Az Új Szövetségben olvasunk jótékony célú célgyűjtésekről, amit a jeruzsálemi gyülekezet szegényei részére, javára rendeztek. Szóval sokféle célgyűjtés van. Nekünk is vannak célgyűjtéseink. Célgyűjtést tartunk a istentiszteleti hely a közösségi centrum bővítésére. Vagy célgyűjtést tartunk a báb missziónak a finanszírozására. Vagy célgyűjtést tartunk a hangtechnika fejlesztésére. Nagyon sok mindenre tudunk célgyűjtést tartani, és van még egy csomó ötletünk. Szóval, amit az élet hoz. És ilyenkor az ember a szokásoson felül is adhat az Úrnak az ügyére. Milyen bibliai irányelvek vannak? Kettő dolgot hadd említsek. Az első, hogy önkéntes alapon történjen. Tehát ez teljesen önkéntes. Aki tud, önként határozhat arról, hogy ehhez hozzájárul. A másik, hogy úgy adjunk, ahogy a szívünk indít. A szívünk szeretete, szándéka, felindultsága szerint. Az Úr bizonyos ügyeket a szívünkre helyez, más ügyeket nem helyez annyira a szívünkre, kell ebben érzékenyeknek lennünk, hogy amit a szívünkre helyez, és van lehetőségünk, akkor önkéntesen bekapcsolódhatunk. Hatodik dolog. Ez is egy meglepő kategória, a fogadalmi ajándék. Na hát ez egy kicsit távol van tőlünk, mert ilyen nagyon ószövetségi dolognak tűnik, és egyébként az is, de látni fogjuk, hogy az újszövetségi hívők is gyakorolhatják ezt, ha akarják. Mi a fogadalmi ajándék? A fogadalmi ajándék az valamilyen Istennek tett fogadalomhoz kapcsolódó adomány, a fogadalomtevő szándéka komolyságának a megerősítésére. Ez egy bizonyos fajta szerződéskötés az Úrral. Mi emberek egyébként olyanok vagyunk, hogy szeretünk szerződéseket kötni Istennel. Uram, ha most megsegítesz ezen a vizsgán, én hűszolgám leszek holnap délutánig. Uram, csak ez a gyerek szülessen meg épségbe, már fele kim van, de a fele végben. Uram, most gyorsan teszek valami fogadalmat neked. Egy hétig nem iszok sört. Hogyha... Szóval érdekes, hogy az ember, főleg amikor bajban van, akkor szeret, vagy benne van a késztetés, hogy ilyenfajta alkukat kössön Istennel. És ugye elsőre úgy tűnik, hogy júj, hát azért ezt hová ne, de azt látjuk, hogy Istennek nincs az ellenére. A Bibliában, az Ószövetségben külön rendelkezéseket találunk azzal kapcsolatosan, hogy amikor valaki fogadalmi ajándékot ad, fogadalmat tesz, akkor hogyan csinálja. Nem csak az Új Szövetségben, egy Ószövetsége, Zsoltárok 76.11. Tegyetek fogadalmat Isteneteknek az Úrnak, és teljesítsétek, akik körülötte vagytok, vigyetek ajándékot a félelmesnek. Aztán az Új Szövetségben is olvasunk erről. A Jakab levelében, az 5. rész 14.-15. versében ez áll. Betege valaki közöttetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság, itt az eredetiben az a szó szerepel, hogy fogadalom, ennek a szónak olyan tartalma is van, hogy fogadalom, tehát a hitből való fogadalom megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is, elbocsánatot nyer. Tehát az újszövetségi hívőként is van erre lehetőségünk. Ez a görög kifejezés azt jelenti, hogy azt is jelenti, hogy fogadalom, és az az ige, amiből származik, azt jelenti először is, hogy ünnepélyesen megfogad, megígér. Tehát lehet az, hogy bajban vagy, valami betegségben vagy, és először is próbálod az életedet rendezni, a bűneidet megvallani, hogyha van. És tehetsz Isten előtt ígéretet, fogadalmat, hogy Uram, hogyha meggyógyítasz engem, megsegítesz engem, akkor én fogok, nem tudom én, a báb missziónak megveszem a húsvéti összes kelléket, ami kell. És ez olyan nagyon piaci dolognak tűnik, értitek? Tehát úgy berzenkedik a lelkünk ellen, de a Bibliában azt látjuk, hogy Isten belemegy ebbe a játékba időnként. Miért? Azért, mert az ember szívének a hitét,
az odaszánását tudja aktiválni egy ilyen dolog. Emlékeztek Ábrahámmal, hogy alkudozott Isten, amikor Szodomáról, Gomorrából volt szó? Hát már én szégyeltem magam, amikor olvastam a Bibliából. És az meg csak megy lefele, csak megy lefele. Ugye már ott volt a ősatyába ez a mentalitás. Szóval, mi az alapelv ezzel kapcsolatban? Elmondtam, felajánlás a szóbeli fogadalommal történik, az adományozás pedig a fogadalomban meghatározott módon. Mi a célja? Bármilyen ügyet szolgálhat a már felsorolt célok közül a fogadalmat tevő felajánlása szerint. Ebben nincsen semmilyen közelebbi útmutatás. Viszont van egy fontos irányelv, mégpedig az, hogy Isten nem várja el tőlünk, de ha akarunk, élhetünk vele, és ami még fontosabb, a második, hogy nem szabad elhamarkodni az Úrnak tett fogadalmakat. Tehát ezt nem szabad elhamarkodni. Példamesszérek 20-25. Csapdába esik, aki valamit meggondolatlanul odaszentel, mert a fogadalomtétel után hiába bánkódik. Prédikátor 5:1-6. Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy. Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék fel Isten a szabadon, és miért tegye tönkre kezed alkotását? Szóval 6 kategóriát láttunk. Mi volt ez a 6? Tizedfizetés, az Úrnak szánt rendszeres felajánlás, jótékonyság, szülők tisztelete, célgyűjtések, fogadalmi ajándék. Most ne lélegezzetek fel, még nincs vége a prédikációnak, már láttam, hogy némelyek azt gondolták, hogy befejezett, de nem. Ez volt a bevezetés. Szóval, tehát ezt a 6 kategóriát látjuk a Bibliában. Miért van ez megírva szerintetek? Nem a mi tanításunkra és tanulságunkra van megírva? Nem azért, hogy mintát adjon nekünk, és ebből merítsük az útmutatást a magunk számára? Szóval, hogyha ezeket összevetem, akkor összegezve a következő célokat határozhatom meg, amelyekre adakozhatunk. Az első az Isten munkájára, igaz? Ez lehet teljes idejű szolgálóknak a javadalmazása, tiszteletdíja, fenntartása, de lehet missziós projekteknek a megvalósítása is. Tehát Isten munkájára, 2. Isten tiszteletére. Nem csak Isten munkájára kell adakoznunk, hanem Isten tiszteletére is. Akkor, amikor csinálunk egy gyülekezeti termet, ahol méltó módon dicsérjük Istent, és ennek költségei vannak, akkor Isten tiszteletére adunk. Tehát Isten munkájára, Isten tiszteletére, a harmadik emberek szükségleteire, és a negyedik szüleink támogatására. Tehát nagyjából ebben a 4 célban összegezhető az, amire mi az adományainkat adhatjuk, amire Isten nekünk utat mutat. Na most, egy újszövetségi hívő számára szerintem, most a saját magamból indulok ki, vagy ahogyan én gyakorlom az ige alapján, úgy gondolom, hogy ennek a felsorolt 6 kategóriának, ebből a 6-ból 3 az élete része kell, hogy legyen. Szerintem. Hasznos, jó dolog, ha az élete része. A tizedfizetés, a rendszeres felajánlás és a jótékonyság. Én azt tanácsolom neked, hogyha van rá hited, és tudsz Istenben bízni, akkor ezt a 3 adakozási típust tedd az életed részévé. A tizedadást hitből, az Úrnak szánt rendszeres felajánlást, amikor jössz a gyülekezetbe, hogy ilyen módon is kifejezd a tiszteletedet felé, és a harmadik a jótékonyság. Elsősorban a testvéreid irányába, de ha Isten ad neked lehetőséget, akkor mások irányába is. A többi az ilyen esetleges, ahogy az élet hozza. A szülők tisztelete lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ha szükség van rá, mindenképpen legyen az életed része. A célgyűjtések megint attól függ, és a fogadalomtétel, fogadalmi ajándék megint attól függ. Egy dologról szeretnék még beszélni nektek, és megpróbálom ezt amennyire lehet hatékonyan összefoglalni. Mert ez is egy nagyon fontos dolog.
Ez pedig a következő, az adakozás lehet külön elhívás és szolgálat is. Ezt azért szeretném tisztázni, mert ahogy tapasztaltam, hallottam, sokak fejében ez nem világos. Tehát az adakozás az lehet egy külön elhívás és egy külön szolgálat is Istentől. Amikor Isten valakit arra hív el, hogy a birtokában lévő anyagi eszközökkel szolgálja. A Róma 12:6-8-ban a különböző szolgálati kegyelmi ajándékokról ír a Biblia. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. És aztán felsorol egy csomóféle szolgálati ajándékot, profétálás, meg ez az, és azt mondja, az adakozó szerénységben. Tehát a Biblia egy külön szolgálati területként, szolgálati ajándékként, elhívásként említi az adakozást. Hadd mondjak nektek egy néhány bibliai példát erre. Két ószövetségit, ami nagyon tetszik nekem, és az elmúlt héten ezeket így felelevenítettem magamba, és nagyon sokat mondott, most nem olvasom fel, csak megpróbálom összefoglalni. Az első ilyen eset Illés és a sareptai özvegyasszony esete. Megtaláljátok az 1 Királyok 17-ben a 8-tól 16. versig, otthon olvassátok el. Miről van szó? Éhínség van Izrael földjén, mert Isten fenyíti a népet a bálványimádás miatt szárazsággal. A próféta Illés, akin keresztül jött az üzenet, ugye hát Isten őt sem veszi ki a gazdasági válságból. És hát Illés is kezdett éhezni. Mondta Isten neki, hogy menj el a Kerit patak mellé, ott lesz víz, a patakból tudsz inni, meg a hollók hoznak neked húst. És ez egy darabig így ment, de utána a patak kiszáradt. Tehát tényleg abszolút recesszió volt. És akkor azt mondja Illésnek az úr, menj el egy özvegyasszonyhoz Sareptába, mert parancsoltam neki arról, hogy gondoskodjon te rólad. Elmegy Illés, és meglátja az özvegyasszonyt. Az özvegyasszony éppen vízért jön a kúthoz, és az Illés megszólítja, mondja neki, asszony, adj nekem innom. Az asszony ad neki inni, majd elindul, és azt mondja, megy tovább, azt mondja, és hozzál nekem valamit enni is. Azt mondja az özvegyasszony, hát az a helyzet, hogy egy marék lisztünk van csak már, meg egy icipici olajunk nekem és az én fiamnak. Éppen arra készültem, hogy hazamegyek, csinálok egy pogácsát belőle, megesszük, aztán meghalunk. Mit mond erre neki Illés? Azt mondja, tudod mit? Csináld meg azt a pogácsát, de hozd ide nekem. Én szeretném megenni. Hú, micsoda! Az özvegyasszony, érted, tudta, hogy Illés azért nem akárki, inkább jobb békesség. Szóval megcsinálta a pogácsát, oda vitte neki. És képzeljétek, Isten csodát tett, és az történt, hogy amíg az éhínség tartott, az özvegyasszony edényéből nem fogyott el a liszt, és a korsójából nem fogyott ki az olaj. És állandóan újra és újra sütött, és sose fogyott ki, és jól tartotta belőle Illést is, meg a saját házanépét is. Ennek az asszonynak Isten adott egy szolgálati ajándékot. Mire? Hogy adakozó legyen. Mert Isten szolgáját kellett neki eltartania. És Isten, mivel hajlandó volt ő erre a szolgálatra, megáldotta őt. És ezáltal viselt gondot ő róla is. Egy másik ószövetségi eset szintén egy próféta, Illés utódja Elizeus. Elizeus és a Sunemi asszony esete. Na most a Sunemi asszony nem volt özvegy és nem volt szegény. Sőt, volt férje neki, és nagyon tehetős volt. És mivel szerette az urat, ezért amikor Elizeus arra járt, mindig meghívta, hogy náluk ebédeljen. Azt akarta, hogy mindig náluk egyen. Mert ő szerette volna mindig gondolját viselni. Aztán egyszer azt mondja a férjének, te, hát ez az Elizeus sokszor van itt, tudod mit, építsünk neki egy külön szobát. Hogy legyen a mi házunkban egy külön szobája neki, hogy amikor erre jön az Isten embere, akkor tudjon ott nyugodtan pihenni, imádkozni, és ott feltöltődni. És meg is csinálták. Úgyhogy Elizeus, amikor odament, mindig náluk szállt meg. És ők a saját pénzükből finanszírozták ezt. Tehát ezt a szolgálatot végezte. Aztán kiderült, hogy nincs neki fia, mert meddő volt. Elizeus egyszer megkérdezte tőle, hogy mit tehetne érted az Isten? És mondja, hát nincs fiam. Jó, Isten megállt téged, és lett fia neki. Szóval megáldotta. Az új szövetségből is gyorsan hadd említsek egyet-kettőt. Lukács 8:1-3-ban a következőt olvassuk Jézusról. Ezután városról városra és faluról falura járt Jézus, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz szellemektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, kuzának Herodes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsánna,
de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Figyeljétek, mit ír az Új Szövetség? Jézusnak volt egy minisztrie. Nem csak ő maga, hanem az egész stáb. Jöttek, mentek, egy utazó szolgálat volt. És hirdették az evangéliumot. De hát valahol szállásra volt szükségük, kajára volt szükségük, benzin ugye nem kellett, de voltak különböző költségek, és miből tartották fönn a szolgálatot? Azt írja a Biblia, hogy voltak a csapatban olyan támogatók, akik tehetősek voltak, és mit csináltak? A vagyonukból szolgáltak neki. Az ő részükről ez egy hála áldozat volt Isten felé, mert előzőleg Isten nagy dolgokat tett az életükbe. És úgy gondolták, hogy olyanképpen tudják Isten felé kifejezni ezt a hálát, hogy Jézusnak a szolgálatát támogatják. Nem olvassuk a Bibliában azt, hogy Kuza felesége, Johanna, meg ezek démonokat üztek volna. Mert nem olvassuk, hogy ők takarítottak volna, hogy biztos ilyeneket is csináltak, hanem azt olvassuk, hogy nekik az volt a szolgálatuk, hogy anyagilag finanszírozták Jézusnak a tevékenységét. Timóteus 6:17-19-ben azt írja a Biblia. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal. Gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Tehát mit mond a Biblia? Hogyha tehetős vagy anyagilag, mert Isten megáldott téged, akkor kezdj el gondolkodni azon, hogy vajon Isten nem ezt a szolgálatot adta-e neked, hogy te egy anyagi támogatója legyél az ő munkájának. A János 3. levelében van egy szakasz, ezt még felolvasom nektek, amit János apostol egy olyan embernek ír, aki pontosan ebben a szolgálatban volt aktív. Figyeljétek! Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem! Azt hiszem Gájusznak hívták ezt a szeretett testvér, szép neve volt neki. Szeretett testvérem! Hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekkel teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Miről van szó? Ez a bizonyos Gájusz vélhetően egy tehetős ember volt. Azokat a szolgálókat, utazó szolgálókat, akik hozzájuk érkeztek, amikor elmentek, akkor anyagilag megáldotta. Támogatta az ő munkájukat, az ő útjukat. És amikor János apostol erről hall, azt mondja, nagyon jól teszed, mert ők Jézus nevéért indultak útnak, ők az Urat szolgálják, és nem fogadnak el a világiaktól semmit, az ilyeneket fel kell karolnunk. Miért? Mert amikor ezt tesszük, munkatársakká válunk az Isten szolgálatában. Lehet, hogy te támogatsz egy szolgálót, támogatsz egy missziós célt, és te nem vagy ott fizikailag, de az adományod révén te is munkatársá válsz abban a bizonyos dologban. Egy kérdés van, ami talán felmerülhet bennetek, hogy na hát honnan ismerem fel, ha nekem ilyen ajándékom van? Vagy az Úr erre hív engem? Ezt a szolgálatot akarja rám bízni. Négy dolgot hadd mondjak neked, ami jelezheti azt, hogy Isten neked ilyen szolgálatot adott. Az első, hogy rendszeresen érzem Isten késztetését, hogy adjak. Tehát rendszeresen érzem Isten késztetését, hogy adjak. Valahogy ez nálam működik, a késztetés. A második, hogy kifejezetten örömömet lelem abban, amikor adhatok. Adok Isten munkájára, vagy adok egy nehéz helyzetben lévő testvéremnek, és senki nem tudja, hogy én adtam, de nekem mégis nagy örömet okoz. A harmadik jel, hogy különös felelősséget érzek emberek, ügyek vagy szükségek iránt. Azon azt foglalkoztat, hogy hogy fog ez megoldódni. Hogy fog ez működni, ez a szolgálat. Ez a szolgáló vajon van-e neki minden, amire szüksége van? Tehát különös felelősséget érzek emberek, ügyek vagy szükségek iránt. És a negyedik, Isten különlegesen megáld anyagilag. Vagyis
pénzügyileg is vannak lehetőségeim. Figyelem, ennek az ajándéknak is különféle mértéke lehet. Lehet, hogy valakinek Isten az adakozás ajándékát adta, de nem milliómos. Ennek is sokféle mértéke lehet. Nem csak kifejezetten gazdagok kapják ezt, lásd a sareptai özvegy asszony esetét. De akik anyagilag gazdagságban vannak, náluk igen nagy a gyanú. A tünetekből arra lehet következtetni, hogy nem kizárt, hogy Isten ebben a szolgálatban akarja őket használni. Tudjátok, milyen nagy szükség van Isten gyülekezetében az adakozásnak az ajándékára? Isten azt akarja, hogy az ő munkája prosperáljon, előre haladjon. Befejezés. Tudjátok-e, ki ő? Nem, ő egy szamár. Ez volt a vicc. Ez nem Jézus, csak egy rajz róla. Szóval, emlékeztek, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe a pálmák vasárnapján, virágvasárnapon, akkor egy szamár háton vonult be, mert hiszen meg volt profétálva. De honnan volt Jézusnak szamara? Szólt a tanítványainak, és mondta, hogy menjetek el egy bizonyos házhoz, egy bizonyos helyre, és ott fogtok találni egy szamár csikót, akin még soha nem ült senki. Na, azt fogjátok meg, oldjátok el, és hozzátok ide. Érted? Ha valaki megkérdezné az ott lévő közül, hogy hova viszitek a szamarat, mondjátok neki, hogy az Úrnak szüksége van rá. És képzeld el, kinézel a parkolóba, látod, hogy valaki éppen ül be a kocsidba. Hát, mit csinálsz a kocsimban? Hát az Úrnak szüksége van rá. Ja, bocs, akkor viheted. És megígérte, hogy utána visszaküldi. Csak egy bankot kirabolunk vele, aztán utána megtalálod ott a Tesco-nál. Szóval, most képzeld el a helyzetet. És meg is kérdezték a tanítványoktól, hogy hova viszitek a szamarat? Mire mondták, az Úrnak szüksége van rá. Ja jó, akkor, de majd visszaküldi, hogy ha már nem kell neki. És Jézus ezen a szamáron vonult be. Tudjátok, egyszer gondolkodtam ezen, és prédikáltam is egyszer erről, hogy most ki tett szívességet kinek? A szamár gazdája tett szívességet Jézusnak azzal, hogy kölcsön adta neki a szamarát, vagy Jézus tett szívességet a szamár gazdájának, hogy éppen az ő szamara hátán vonult be Jeruzsálembe. Elsőre úgy néz ki, mintha a szamár gazdája tett volna szívességet, igaz? De valójában, mennyei perspektívából nézve, én úgy gondolom, hogy Jézus tett szívességet neki, hogy az ő szamarát használta. Értitek, miért mondom befejezésül ezt az illusztrációt? Mert szeretném az adakozást egy újfajta perspektívába helyezni bennetek. Hogy amikor adsz Isten munkát, amikor tizedet adsz Istennek, vagy amikor teszel a persejbe, vagy amikor jótékonykodsz, vagy valamikor valamilyen célgyűjtésre adsz, vagy a szüleidet támogatod, akkor tudd azt, hogy nem te tettél szívességet Istennek, hanem ő tett szívességet neked, hogy az ő mennyei befektetési alapjába a te kis tőkécskéd is részt vehet. És ez a befejező mondatom, hogy kiváltság Isten országa részvényesének lenni. Mert amikor az osztalékfizetés lesz, akkor szívesen lennének ott azok is, akik nem tettek bele semmit, amikor tehettek volna. És én szeretném, hogyha felépülne a hitetek abban, hogy hogyan adakozzatok, hogy miért fontos adakozni, és kérlek, alakítsátok ki tudatosan mindannyian az a saját adakozási gyakorlatotokat. Annak fényében, amit Isten igéjéből tanultunk. Köszönöm a türelmeteket, hogy meghallgattatok. Most...